Jönnek itt még sajtósok, akik amott álltak, lehet, hogy őket meg kéne várni. Mindegy, itt vannak a... Van, nem ide. Csak hogy kanizsaik kocsik. Mi van, te átigazó tárpi, vagy micsoda ez? Átigazó. Megvettétek? Aha, jó van. Megveszem, hogy el, hogy mi történik most, és utána, hogy mit tudnak tenni. Hát ahogy látszik, itt pár fázisban lezárásra került a Szabadkából kivezető út, traktorokkal állták el, de hát ez nem csak itt van így, hanem Vajdaság szerte sok helyen így van, amis a gazdák elégedetlenek azzal, mint köztudott, hogy ma hónap június van, és még mindig nem világos, hogy milyen szinten és milyen formában kapják meg az államtól a föld alapú támogatást. Volt egy ígérvény, ami arról szólt, hogy a tavalyi elvek szerint az idén is ugyanakkor a támogatás jár nekik. Ezt vették figyelembe akkor, amikor elkezdtek termelni, akkor, amikor megrendelték a vetőmagot, a műtrágyát, és amikor elvégezték a munkát. És most kiderül, hogy annak, ami ígéretként megfogalmazódott, ami tavaly standard volt, ami tavaly megvalósult, annak csak egy töredékét fogják megkapni ebben a pillanatban, még az sem biztos, hogy mekkora töredékét és mikor. Ezért azt gondolom, hogy joggal elégedetlenek. Mi úgy gondoljuk a Vajdasági Magyar Szövetségből, hogy ez a fajta véleménynyilvánítás, ez legitim. Mi támogatjuk a gazdákat abban, hogy az a támogatás, ami tavaly járt nekik, azt az idén is megkapjuk. Amennyiben erre nem kerül sor, hogyha lejjebb veszik a támogatandó földmennyiséget vagy földnagyságot, akkor úgy gondolom, hogy a vajdasági gazdákat újabb nagy csapást fogja érni. Ugyanis az, ami most hát valamiféle megoldásként lebegtetett, hogy talán 30 hektára fogják levinni a támogatott földnagyságot. Az elsősorban a vajdasági gazdák szempontjából rossz, mert itt nagyon sokan, több mint 30 hektáron gazdák. Mit tudnak tenni az igényedetében? Hát mi annyit tudunk tenni, hogy a nyilvánosság eszközével, háttérbeszélgetésekkel megpróbálunk nyomást gyakorolni, és megpróbáljuk ebbe az irányba mozgatni a dolgokat. Helyevo dosvismoda, razgováramo sa ljudima koji su već tu satima i koliko vidim dosta su odlučni da istraju u svojim zahtevima. Mislim da su ti zahtevi, bez obzira na to kako se ispoljavaju, legitimni. Ovi ljudi koji gazduju na nekoliko desetina ili više od 100 hektara, prilikom zasnivanja svoje poljoprivredne proizvodnje polazili su od obećanja koje su dobili da će podrška od strane države biti na nivou prošle godine. Evo sad, danas, sutra je jun mjesec, još ne postoji usvojeni pravni akt na osnovu kojeg se može znati kolika će biti ta podrška. Kako sada stvari izgledaju, oni će biti samo delić onoga što su prošle godine dobijali. I mislim da je njihov revolt, mislim da je njihovo nezadovoljstvo u potpunosti opravdano. Mi sa svoje strane možemo samo da im damo podršku i u pozadinskim razgovorima da izgovaramo rečenice u njihovom prilogu i mi ćemo to svakako činiti kao stranka.